sikerült elfogadtatni az iskolaőrök tevékenységét. Ez az egyik legnagyobb eredménye az idei tanévnek. Farkas József megyei rendőrfőkapitány szerint a kezdeti bizalmatlanságot követően mára egyre több intézmény szeretne csatlakozni az iskolaőri programhoz. Kovács Attila bűnmegelőzési osztályvezető elmondta, míg a 2020-21-es tanévben 11 esetben kellett intézkedniük az őröknek, addig idén mindössze 4 ilyen esetről számoltak be. A bűncselekmények vonatkozásában is jelentős a visszaesés. Ezek száma 8-ról 3-ra csökkent egy tanév alatt. Ami biztos, szeptembertől újabb intézmények lépnek a programba. Megyénkben jelenleg 29 iskolában 27 őr dolgozik, a jelentkezőket pedig folyamatosan várják. A feltételek azonban változtak. Mindenki abban érdekelt, hogy az iskolai pálya az vonzóvá váljon. Ennek érdekében volt egy béremelés, egy bruttó 40 ezer forintos béremelés, továbbá próbálja kvalifikáltabbá tenni, ha lehet ezt mondani, az iskolai tevékenységet, a jelentkezőket, és egy kicsit jobban megszűrni, hogy még inkább jó és eredményes munkát végezhessünk. Korábban például nem volt szükség arra, hogy valakinek érettsége legyen, most már szükséges. Úgyhogy mindenképpen az az irány, hogy vegyünk fel új iskolőröket, de megfelelően képezzük ki, és készítsük fel őket azokra a feladatokra, amiket el kell látni ezekben az intézményekben. Az évértékelőn a Nyíregyházi Szakképzési Centrum szakmai főigazgató helyettese elmondta, valamennyi intézményük részt vesz a programban. Hozzátette, a tapasztalataik pozitívak, és nagyra értékeli az iskolaőrök és a koordinátorok munkáját. Nagyon jó kapcsolat alakult ki az iskolaőrök, az oktatók, illetve az egyéb dolgozók között, már csak ezáltal egy bizalmi légkör alakult ki az iskolába. A diákok ezáltal is nagyon jól fogadták az iskolaőröknek a jelenlétét, illetve azért is, mert az iskolaőrök a diákokkal is jó kapcsolatot alakítottak ki. Valóban látszik a fegyelmi büntetések számának a csökkenésében, illetve úgy általában az iskolai életben, az iskolai morálban. Az évértékelőn elhangzott, olyan iskolaőrökre van szükség, akik szeretik a gyerekeket, a rendet és közösségi játékosok. Ahhoz azonban, hogy valaki erre a pályára lépjen, a felvételi alkalmasságon túl folyamatosan képzéseken kell részt vennie. Az eseményen a legkiemelkedőbben teljesítő iskolaőrt és egy helyi koordinátor munkáját is elismerték.